Abban az időben a farizeusok félrevonultak és megtanácskozták, hogyan tudnának belekötni Jézus szavaiba. Majd odaküldték hozzá tanítványaikat és a Heródes pártiakat a következő kérdéssel. Mester, tudjuk, hogy igazat beszélsz és az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, és nem vagy tekintettel az emberek személyére. Mondd hát meg nekünk, mi a véleményed, szabad-e adót fizetni a császárnak vagy nem? De Jézus felismerte gonoszságukat és így szólt hozzájuk. Miért kísértetek ti képmutatók? Mutassátok csak meg az adópénzt. Aztán megkérdezte tőlük, kinek a képe és felirata ez? Azok azt felelték, a császáré. Erre ő így szólt hozzájuk, akkor hát adjátok meg a császárnak, ami a császáré, az Istennek pedig, ami az Istené. Ennek hallatára elcsodálkoztak, ott hagyták őt, és elmentek. Tudjuk, hogy igazat beszélsz. Vajon mai ellenfeleink ugyanilyen magát értetődön állítanák, hogy tudják, hogy igazat beszélünk? Vajon mondanák és mondják-e rólunk, hogy nem vagyunk tekintete az emberek személyére? Igaz, ez ma talán nem is bók lenne, nem is elismerés, a kereskedők világában nem sértegetünk, még az igazság kedvéért sem. Más szóval nem sokat jelentene, ha ilyen szavakkal kezdenék ellenfeleink a párbeszédet. Másfelől. A potenciális kérdezőkről mi jól tudjuk, hogy alig fizetnek adót a mai császárnak. A mai császárnak nincs arcképe egy pénzen sem, a mai császár egy messzi épület a világ másik felén, ahol az adószedők egymással töltik napjaikat, és csak a fő adószedő jelenik meg, de az bizony gyakran a médiában. Kit látsz tehát a médiában? Újabban egy elegáns asszonyt, ami mégiscsak kellemesebb látvány, mint botrányos elődje, aki szállodai kalandjaiba bukott bele. Folyik a vita persze, hogy ki kellett szolgálni a molocht. Érvényes-e rá a Jézusi mondás? Add meg az IMF-nek, vagy IMF-nek, ami az IMF-é, és Istennek, ami Istené? Bármi legyen is a válaszod erre a kérdésre, a kérdezők ma is csodálkoznának, és végül otthagynának.